Köszönöm mindenkit, az ember erőforrás tanácsadó mester szakos tájékoztatója. Én Hegyi Almos Móra vagyok, és a Felnőtt Képzés Kutatási és Tudásmenedzsment Intézetben vagyok adjunktus, abban az intézetben, amelyik ezt a szakot, a karon gondozza. Nagyjából miről szeretnék beszélni, és aztán, ha valamit véletlenül kihagyok, hogy kérdésre jött el, akkor természetesen azokon is igyekszem válaszolni. Miért gondoljuk úgy, hogy az ember erőforrás mester szakot érdemes választani? Hol tudnak majd elhelyezkedni ezzel a végzettséggel? Milyen fontos tantárgyakat, hogy sokat témaköröket tanulhatnak majd? Hogyan lehet a képzésbe bejutni? Milyen gyakorlati lehetőségeket biztosítunk majd? És hogyha valaki a mester szak után még mindig nem rettentettünk el a tanulásra, és szeretne még tovább és tovább tanulni, esetleg doktoriskolában, akkor ilyen kutatási lehetőségeket tudunk legalább, és mi biztosítani ezt az egyetemet. Egy kis türelmet szeretnénk kérni. Jöjjenek! Mivel a tantragógia mester szakunkra egy érdeklődő hallgatók van, ezért akkor most így közösen meséljünk majd a két szakról, jó? Most az ember erőforrásokat kezdjük, aztán utána folytatjuk. Nos, egy pár mondatot, pár szót szeretnék mondani magáról az intézetről, Felnőtt Képzés Kutatási és Tudásmenedzsment Intézetről. A karunknak ez egy fiatal intézete, mindössze 4 éve működik ez az intézet. Két kutatócsoportból áll az intézetünk, az egyik kutatócsoport az inkább a társadalmi kommunikációval kapcsolatos témakörökben kutat, ennek Fábri György dékánhelyettes úr a csoportvezetője, a másik kutatócsoportunk pedig a felnőtt tanulás és tanítás kutatócsoport, az ilyen emberi erőforráshoz kapcsolódó kutatások inkább ebben a kutatócsoportban jelennek meg, ennek a kutatócsoportnak pedig Kereszti Orsolya intézet igazgató a vezetője. Még egyelőre kevésbé informatív, maximum azoknak, akik esetleg nálunk végezték az alapszakot is, vagy nálunk végezték az alapszakot is, munkatársainknak a névsora. Ennyien vagyunk az intézetben, és hál' Istennek mindig vannak doktorandusz hallgatóink, illetve demonstrátor hallgatóink is, akik segítik a munkánkat. Az elérhetőségeinket érdemes megjegyezni. Egyfelől van egy intézeti honlapunk, ezt a PPK honlapon keresztül tudják elérni. Ha a szervezeti ábrával, vagy a szervezeti egységeket nézik, akkor rákattintanak az intézetünkre, akkor ott találják a mi honlapunkat, ott lehet tájékozódni magáról a szakról is, szakleírás is lehet olvasni. Ha még részletesebben szeretnék a szakot megnézni, tehát például szeretnék megnézni azt, hogy milyen tantárgyak is lesznek ebben a, vagy ezen a szakon, akkor azt sokkal inkább a tantervfőnél, a tanulmányi információknál, és ott a tanterveken belül, mint a tantervet tudnak nézni, ott pontosan meg, melyik fél évben milyen tantárgyakat, mi kollokvió, mi gyakorlat, hogyan néz ki, hány kredit, hogyan épülnek egymással, onnan tudnak ezzel kapcsolatban tájékozódni. Ha bármilyen szakkal kapcsolatos kérdésük van, tehát szaktartalmával kapcsolatos kérdésük van, akkor azt az ftikukac.ppk.hu-n tehetik meg az ilyen típusú kérdésüket. Ha majd a felvételi ügyintézéssel kapcsolatban van kérdésük, arra majd mondom egy másik e-mail címet. Jó, tehát hogyha tartalom, kurzusok, stb., akkor az, ez az e-mail cím az, amelyik mérvadó. Még tovább az intézetről. Jelen pillanatban az intézetünk, ez kicsit félig igaz, vagy inkább azt mondja, 95%-ban igaz az a dia. Tehát 3 olyan szakot gondozunk, amelyiket indítunk szeptembertől. Van egy 4. szakunk, ez pedig az andragógia alapszak, ami most fut ki, tehát most van az utolsó végzős évfolyamunk ebből az alapszakból. Ez a 3 szak van, amit viszont úgy gondoz az intézetünk, hogy most szeptembertől is indítjuk. Így a közösségszervező alapszak, az andragógia mesterszak és az emberi erőforrás tanácsadó mesterszak. Minden képzést nappali és levelező tagozatok is indítunk. Szintén az intézetünkhöz tartozik a Neveléstudományi Doktoriskolán belül az andragógia doktori program. Andragógia doktori programnak hívják ugyan, de szintén ez az a doktori program, ahova mind felnőtt képzéssel kapcsolatos
kutatásokkal, mint pedig akár emberi erőforrás, menedzsment emberi erőforrás tanácsadó területen folytatott kutatással doktori programba jelentkezni lehet. A nappali tagozatról, az nyilván a nappali tagozat az egy normál, nappali tagozatos órarend szerint működő képzés minden szakunkon, így az emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon is. Tehát hétfőtől péntekig rendes órarend szerint tartunk előadásokat és szemináriumokat, és ehhez is kapcsolódik szakmai gyakorlat. Nagyon jó, hogy jött Ürőhéni Ácsanikó kolléganak, utána mutatom őt is. Szakmai gyakorlatokért ő felelős nálunk az egész intézetben, andragógia mesterszakon és emberi erőforrás mesterszakon is, úgyhogy nagyon jó, mert ő fog majd mesélni a gyakorlatokra, mert átadom neki akkor a szót. A levelező tagozatról. Ugyan a diára azt hittük, hogy konzultációk vannak. Ez a konzultáció az azt jelenti, hogy nem olyan heti, hétfőket szerdős csütörtökös órarend szerint folyik a képzés, hanem biztos tájékozottak már ezügyben is, a felvén is van ezzel kapcsolatban információ. Itt péntek és szombati napokon vannak a konzultációk, és ez a pénteki szombati napok, ezek pedig körülbelül két hetente, két-három hetente, ahogy kijönnek az ilyen munkaszüneti napokkal, meg egyebekkel az alkalmak, így vannak tömbösítve az óráink. Az azt jelenti, hogy mind pénteken, mind szombaton délelőtt egy kurzus, délután egy kurzus. Ezek a kurzusok ugyanúgy előadás és szemináriumi jellegűek, és annak ellenére, hogy ez egy levelező tagozat, a szemináriumokra, gyakorlatokra ugyanúgy kötelező bejárni. Tehát a jelenlét az ugyanúgy kötelező, mint egy nappali tagozaton. Mi igyekszünk az órarend szervezéssel segíteni a dolgozókat abban, hogy a gyakorlati órákra is be tudjanak járni, ezért igyekszünk elsősorban a gyakorlati órákat a szombati napokra szervezni. Kiket várunk az emberi erőforrás tanácsadó szakra? Olyan jelentkezőket várunk ide, akik érdeklődnek a HR osztályokon folyó munka iránt, munkaügyi, munkaközvetítő területen képzelik el magunkat, akár tervező, akár fejlesztő, akár támogató szolgáltató tevékenységben, akiket érdekel az, hogy munkaerőpiacon, foglalkoztatáspolitikában éppen milyen trendek, folyamatok zajlanak, akik érdeklődnek munkaerőgazdálkodás iránt, akiket érdekel a tanácsadás, tanácsadói pálya, akár fiatalok, akár felnőttek, akár idősek, szempontjával, pályaválasztással, karrierrel kapcsolatos döntéseiknek a támogatása, illetve akik elméleti szinten is szívesen ismerkednének az emberi erőforrások elméletével, és akik bármelyik ezen témából örömmel végeznek kutatásokat. Ugye mik leszünk, ha nagyok leszünk? Ezt mit mondtam délelőtt a kolléganőm, hogy a jó szeműeknek apró betűvel igyekeztünk felírni. Tehát ugye okleveles emberi erőforrás tanácsadók lesznek, hogyha megszerzik a diplomájukat a két éves képzés után. Ugye ma a szakokat nagyon erősen befolyásolja az, hogy az úgynevezett képzési kimeneti követelményeiben van. Tehát a képzési kimeneti követelmények egyébként az interneten megtalálhatóak minden szakmal kapcsolatban, és ezek az képzési kimeneti követelmények, ezek különbözik, hogy az, aki megszerezte ezt a végzettséget, az milyen ismeretekkel, milyen képességekkel és milyen attitűdökkel, beállítódásokkal rendelkezik. Ezekből a KKK-ból igyekeztünk, vagy KKK-ból igyekeztünk mi is kiszedni a bemutatóra azt, hogy milyen ismeretekkel, milyen képességekkel, és aztán majd a következő dián milyen attitűdökkel is kellene rendelkezni. Ugye itt is látjuk azt, hogy gazdasági, társadalmi ismereteket fognak szerezni ezen a szakon. Itt még is látom. Munkaerőpiaci foglalkoztatáspolitikai folyamatokkal kapcsolatos információkat szereznek, tanácsadási, pályatervezési tevékenységet megalapozó képzéseik lesznek. Mindjárt megnézzük majd a egy-két tantárgyat és kurzust is, hogy konkrétan milyen kurzusokkal ismerkedhetnek majd. Munkavállalóknak a képzettségi szintjét, képzettségi szintjüknek a felmérése, annak az emelését célzó tevékenység, karrier lehetőségeknek az összefüggéseit fogják majd megismerni.
ugyanakkor képesek lesznek majd arra, hogy egy szervezetben, akármilyen, akár cégnél, intézménynél, állami szektorban, piaci szektorban képesek legyenek emberi erőforrásokat tervezni, fejleszteni, megtartani, és egyáltalán gazdálkodni velük. Másik irány az egy, ez a pályatervezési, karriermenedzsment irány, ott is egyéni és csoportos pályatervezési tevékenységet fognak tudni majd segíteni. Harmadsorban pedig nagyon fontos, hogy olyan speciális csoportoknak a munkaerőpiacra való visszavezetése, integrálása is egy fontos terület, hogy ezeknek a csoportoknak a problémáit képesek legyenek azonosítani és segíteni a problémát megoldani. Hol helyezkedhetünk el ezzel a végzettséggel? Ugye ez az egyik legkardinálisabb kérdés, hogy mégiscsak mit tudok kezdeni majd az emberi erőforrás tanácsadó végzettségemmel. Hál' Istennek úgy látjuk, hogy az eddig végzett hallgatóink nagyon szépen el tudnak helyezkedni a szakmájukban. Sokan már esetleg a területről is érkeznek, és azért is szeretnének tovább tanulni, hogy a magán a területen egy kicsit magasabb pozícióba tudjanak kerülni, illetve váltva esetleg egy még jobb munkahelyet, még jobb munkakört tudjanak maguknak találni. Tehát mind az állami, mind a magánszektorban, személyzeti, humán erőforrás, munkahelyi osztályokon el tudnak helyezkedni a hallgatóink, a végzett hallgatóink, munkahelyi központokban, munkaközvetítő, munkaerőkölcsönző irodában, illetve ezekkel foglalkozó szervezeteknél, fejvadász cégeknél, tanácsadó cégeknél, toborzással, kiválasztással tudnak foglalkozni, illetve ez a bizonyos tanácsadó tevékenység, pedig a fiataloknak a pályaorientációjával, vagy a felnőtteknek a munkavállalással kapcsolatos tanácsadói tevékenységgel foglalkozó szervezeteknél szintén el tudnak helyezkedni. Számukra nagyon fontos célja a képzésnek az is, hogy legyenek olyan hallgatóink, akiket felkészítünk arra, hogy a doktori képzésben tudják folytatni a tanulmányaikat, és az emberi erőforrások területén kapcsolódjanak be a valóban tudományi szintű kutatásoknak a megvalósításába. Most akkor mit tanulhatunk, és milyen, hogy néz ki a képzésünknek a felépítése? Szuper, mert megint elmászott. Tehát egyfelől vannak alapozó tárgyaink, erre épülnek a úgynevezett szakmai törzsanyag, majd a differenciált szakmai törzsanyag, majd egy diplomamunkát kell készíteni, vagyis egy szakdolgozatot, és végén pedig egy záróvizsgán kell a szakdolgozatot megvédeni, illetve az elméleti és gyakorlati tudásokról számot adni. Mik ezek az alapozó ismeretek? Ilyen alapozó ismeretek a szociális etika, kutatásmódszertan, közgazdaságtani ismeretek, tudományelmélet, munkaerőpiac és foglalkoztatás politikának az alapismeretei. Ezek mind olyan alap tanulnivalók tulajdonképpen, ahol már akár egy szociális etikánál, akár egy tudományelméletnél már mindig azért igyekszünk fókuszálni arra, hogy ez az emberi erőforrás tanácsadáshoz hogyan kapcsolódnak ezek az alapozó ismeretek, alapozó tudások, illetve az alapozó ismereteknél a másik nagyon fontos szempont, hogy segít, megalapozza azt, hogy majd egy olyan tudományos szintű munkát, lásd szakdolgozat, el tudjanak készíteni, ami megfelelő egy mesterszakos diplomának a megszerzéséhez, ilyen a tudományos megismerés módszertan, vagy a kutatás módszertan, kultus például. Szakmai törzsanyagnak része a tanácsadáshoz kapcsolódó minden elméleti, mind gyakorlati ismeretek, látjuk a tanácsadás szociálpszichológia tudája, tanácsadás elmélete, pályaélettan, ezek mind ebbe az irányba mutatnak, ebbe az irányba segítenek, de ott van a felnőttköri tanulás, emberi erőforrás menedzsment funkcióknak, illetve a szervezet pszichológiának a megismerése is, ami megint a későbbi, majd differenciált szakmai ismereteket hivatott megalapozni. Differenciált szakmai ismeretek közül is kiemelten válnak, már például a karriermenedzsment ilyen, a kommunikáció a HRM-ben, csak ott az nem alatt a HRM, kommunikáció a HRM-ben, az esélyegyenlőség a munkaerőpiacon, szervezetekben is nagyon-nagyon fontos kérdés,
már konkrétan munkahelyeken felmerül a konfliktus menedzsment, konfliktusoknak a megoldásának a módozatai, illetve a távoktatás és e-learning, ami például munkahelyi képzésfejlesztés esetében egyre nagyobb hangsúlyt kap, egyre nagyobb hangsúlyt fog kapni, legalábbis úgy prognosztizáljuk. Tehát nagyon fontos, hogy az, aki emberi erőforrás tanácsadóként akár képzésfejlesztéssel, személyzetfejlesztéssel foglalkozik, az távoktatásban és e-learningben is otthon legyen. Hogyan tanulunk, hogyan tanítunk, hogyan tanulhatunk? Igyekszünk minden nappal is minden levelező tagozaton megvalósítani azt, hogy innovatív csoportmunkára, projektmódszerekre és saját élményeken alapuló módszereket hívjunk segítségül. Ilyen feladatokkal, ilyen mind gyakorlati feladatokkal, mind pedig akár e-learninges IKT eszközök által támogatott feladatokkal segítsük a hallgatóknak a munkáját. Blended learning, e-portfólió készítése, nagyon jó kis e-learninges platformunk van, amin keresztül kiválóan tudunk a hallgatókat is összekötni, illetve mi magunk is támogatni a hallgatóknak a tanulását. Amit azt már mondtam, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy mesterszak és elméleti képzés, persze, és jó sok finom elméleti hátteret és anyagot nyújtsunk, de nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a szakmai gyakorlatokat, azokat úgy tudják teljesíteni a hallgatók, hogy valóban betekintést kapjanak ennek a szakmának mindenféle szépségeibe, és erről akkor Anikót kérem meg, hogy részletesen beszélni, mert a tényleg nagyon komolyan fejlődött 3,5 éves szakmai gyakorlatról. Igen, nagyon sokat dolgozunk azon, hogy kialakuljon most már egy rendszer, ami úgy néz ki, hogy jól működik a képzésben. 3,5 éven keresztül van szakmai gyakorlat, ahogy látható 30-30-110 órában, tehát ugye ez nem kevés, ez az óra mennyiség, amit teljesíteni kell, és nappali és levelező tagozaton egyaránt, tehát nincs különbség a két tagozat között. Az első 30 óra, ezt egy ilyen általános szakmai gyakorlatként ilyen orientációs jelleggel szervezzük nappalisoknak kötelező programokkal, tehát vagy intézményt látogatunk, vagy ide jön előadó. Azt vettük észre, hogy nagyon heterogén a csoport, aki megjelenik a képzésben, és ezért számukra szeretnénk egy ilyen közös alapot biztosítani, ami már segíti őket abban, hogy majd az egyéni gyakorlatokat tudják teljesíteni. A második 30 óra és a harmadik 110 óra, ez egyéni gyakorlat. Ebben az esetben a hallgató maga is választhat gyakorlóhelyet, de természetesen nekünk is vannak partnereink, ahol ezeket a gyakorlatokat le lehet tölteni. Tehát mi igyekszünk a hallgatói igényeket tényleg maximálisan figyelembe venni, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy van, aki mondjuk vidéken szeretné tölteni a gyakorlatot, mert ott lakik, akkor ezt is tudjuk figyelembe venni, vagy vannak olyan részterületek is, amiket be tudunk emelni a gyakorlatokkal, és csak mondok egy példát, mondjuk egy projektmunkában való részvételt is tudunk szakmai gyakorlatként elfogadni. Természetesen a megfelelő kritériumokat tudja, ha a megfelelő kritériumokat tudja teljesíteni az a projektfeladat, amit elgondoltak. A szervezetek tekintetében is nagyon nyitottak vagyunk, tehát tényleg civil szervezeten át a kormányzati szektorig bármilyen, tehát a profit orientált szférától kezdve mindenféle gyakorlóhelyünk van, és a hallgatók igénylik is, hogy legyen. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy eddig nem volt panasz arra, hogy valaki ne találja meg azt a gyakorlóhelyet, ahol ezt szeretné letölteni. A gyakorlatok tekintetében különösen nekik levelezősök, és hirtelen meglátják ezeket az óraszámokat, és szívükhöz kapnak. Hát nekik azért szeretném mondani, hogy folyamatosan azon vagyunk, hogy bővítsük a lehetőségeket, tehát hogy ők minél rugalmasabban tudják teljesíteni, illetve most már kitoltuk a teljesítést is, tehát különböző ilyen olyan segítségeket emelünk be a rendszerbe, amely kicsit növeli azt, hogy mire odaérkeznek, hogy a végére a tanulmányoknak, addigra mindenki teljesítse ezeket a gyakorlatokat.
a szakmai orientáció az a levelezősöket az első fél évben szintén kötelezően érinti, hogyha olyan előfeltétellel jönnek, hogy nincsen ilyen HR-es tapasztalatuk, gyakorlatuk, végzettségük, tehát őket is egy ilyen kötelező orientációs folyamaton mennek keresztül, de ezt azért gondoljuk, hogy egy picit sikerüljön a csoportokat egy szintre hozni a továbblépés szempontjából. Gyakorlati partnereink tényleg nagyon sok van, és vannak köztük kiemelt stratégiai partnerek is. Ők annyiban is segítik a képzésünket, hogy nem csak hogy gyakorlat keretében vesznek részt, vagy gyakorlati lehetőséget biztosítanak, hanem gyakornoki lehetőséget is biztosítanak. Ugye különösen mondjuk a nepalisok számára ez egy hívószó lehet, tehát hogyha például valaki gyakornoki munkába kapcsolódik be, akkor ezt ugyanúgy el tudja számoltatni gyakorlatként. Ennek megvan a módja, hogy hogyan kell, most ezzel nem mutatok senkit, de hogy ez is egy lehetőség, hogy valaki ezt a gyakorlatot így módon teljesítse. A kiemelt stratégiai partnerünk, ők a képzés fejlesztésében is részt vesznek, tehát ők tényleg például csak mondok egy példát, hogy mondjuk a Tata cég, ugye egy nagy indiai cég, akinek az SSC központja itt van is, és ők például egy angol nyelvű workshopot tartanak, ami egy ilyen multikulturális workshopnak számít, és ezt például angol nyelven tartják a hallgatóknak. Természetesen, aki nem tud angolul, az sem kizáró, hogy részt vegyem ezen a programon, mert úgy alakítottuk ki magát a programot, de hogy például ilyenben is be lehet kapcsolódni egy a gyakorlati foglalkozások keretében. És akkor még pár dolog konkrétan a jelentkezéssel kapcsolatban, mint a bemeneti követelmények, illetve a felvételi beszélgetésnek a kérdésével. Ugye mindig ez egy folyton visszatérő kérdés, hogy én nekem ilyen alapvégzettségem van, jöhetek-e? Ugye ez is elég komolyan szépen szabályozza a jogszabály, és a felvényi szépen el lehet olvasni, de azért nézzük végig, hogy akkor hogy is néz ki ez a bemeneti követelmények kérdése. De vannak olyan szakok, alapszakok, amelyek úgynevezett teljes kreditérték beszámításával számítanak. Magyarul, akinek ilyen jellegű alapszakja van, az békésen beadhatja a jelentkezését, és szeretettel várjuk őt. Ilyen alapszakok például az andragógia, közösségszervezés, bölcsészettudományi képzés, annak minden előtt szakja, tehát növényészervező, személyészervező, munkavárosi tanácsadó, bölcsészettudományi képzés területről ilyen a pedagógia, ilyen a pszichológia, gazdaságtudományi képzés területről ilyen az emberi erőforrások alapszak, társadalomtudományi képzés területről ilyen a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros, a kultúrás, a antropológus alapképzési szak. És ugyanígy minden pedagógus képzési terület alapképzési szakja, magyarul óvónőképző, tanítóképző és tanárszakok. Ezek mind olyan szakok, ha valaki ilyennel rendelkezik, hogy teljes kérdéséggel beszámítható, de egy az egybe lehet jönni. Az előbb azt mondtam, hogy őket szeretettel várjuk, másokat is szeretettel várunk, csak ő pedig kicsit már bliki fangosabb a helyzet. Vannak olyan, a minden más egyéb alapszak, tehát ami ezek közé nem tartozik bele, azokat meg kell vizsgáljuk egy előzetes kreditvizsgálat keretében, hogy rendelkezik-e azon alapszakos diplomával rendelkező hallgató, illetve jelentkező a korábbi tanulmányokban összesen 30 darab kredittel megadott területekről. Ilyen megadott területek a bölcsészettudományon belül pedagógia, pszichológia, filozófia, etika, kommunikációtudomány, kommunikációfejlesztés, informatika, könyvtárismeret, társadalomtudomány, társadalomismeret, szociológia, antropológia, politológia, gazdaság és jogi ismeretek. Na most ez hogy néz ki a valóságban? Úgy néz ki a valóságban, hogy ha bárki olyan alapképzéssel alapképzettséggel rendelkezik, aki nincs benne itt szépen zölde, az
kikéri egy igazolást az alapképzéséről, amiben pontosan benne van, hogy milyen krediteket, milyen kurzusokat, milyen krediteket végzett el, és elkezdi a LTPPK-ra előzetes kreditvizsgálatra, ahol az előzetes kreditvizsgálat során összevetik az ő végzett kreditjeinek a számát, és megnézik, hogy ezeken a területeken, pedagógia, pszichológia, kommunikációk, ezeken a területeken összesen hány kreditje van. Nagyon sok olyan kreditbeszámítást kapunk, ahol bőségesen megvannak ezek a kreditek. Bőségesen megvan 30, akkor kap egy olyan határozatot, hogy megvizsgáltuk, megvan a 30. Csokkolom, jöjjön, várjuk szeretettel. Ha nincs meg véletlenül a 30 kreditje, de minimum 15 azért megvan, akkor úgynevezett, akkor előírunk, illetve előírhatunk olyan alapkrediteknek az elvégzését, amit ha felvesztük a hallgatót, akkor a képzés idejének az első két fél évében el kell végeznie. De ezeket a krediteket, vagy kurzusokat mi biztosítjuk az ő számukra. Tehát mondjuk valaki jelentkezik, valaki jelentkezik például, mondjuk germanisztika vagy anglisztika szakról szoktak, tipikusan olyanok jelentkezni, akiknek nincs meg ez a bizonyos 30 kreditjük, de a 15 az évben. Megnézzük, hogy akkor az a kreditje, ami megvan, az milyen témakörökhöz kapcsolódik. És akkor ha látjuk, hogy mi az, ami hiányzik, például nem tanult pszichológiát, tanult filozófiát, tanult etikát, abból van valamennyi X kreditje, de nem tanult mondjuk szociológiát, meg nem tanult pedagógiát, akkor szociológia és pedagógia tárgyú kurzusokat írunk neki elő pluszban, annyi kredit értékben, hogy meglegyen neki ez a 30 daráti. Ha az előzetes kreditvizsgálat során még 15 kreditet sem találunk ezekről a területekről, akkor ilyen alapvégzettséggel, alapszakkal sajnos nem tudjuk fogadni a jelentkezőt. Ez érthető volt? Ha elfogadható az alapképzettsége, vagy így, vagy úgy a jelentkezőnek, akkor pedig egy felvételi elbeszélgetésen kell majd részt venni. Ugye mi kérünk egy önéletrajzot, motivációs levelet, ezeket már előtte fel kell töltögetni a rendszerbe, felvételi rendszerbe, és felvételi beszélgetésen pedig nyilván elsősorban mi megnézzük azt, hogy a motivációs levelükben mit írtak, milyen szakmai életútjuk van eddig, és beszélgetünk, a beszélgetés pedig tényleg egy kellemes szakmai beszélgetésre gondoljanak, jó, tehát nem fogunk tételeket húzatni, meg ilyesmi, de egy szakmai beszélgetésről van szó mindenképpen, tehát mi figyeljük azt, hogy milyen a témában az olvasottságuk, mennyire ismerik ezt a szakot, mennyire ismerik az emberi erőforrásokkal kapcsolatos legújabb tendenciákat, trendeket, mennyire látjuk a szakmai elhivatottságot, mennyire érezzük tájékozottnak önöket ezen a területen. Nem a később tanulandók vizsganyagait fogjuk megkérdezni, mert azt majd később megtanulják, hanem egyáltalán az egész szakmáról, problémakörről mennyire, milyen általános tájékozottságuk van. Amit javasolni tudunk a felkészüléssel kapcsolatban. Mit sem mondanánk, nem tudom, milyen szakirodalmat tanuljanak meg kívülről, hanem a számos olyan tényleg szakmai internetes portál, online portál van, ami lehet tájékozódni arról, hogy emberi erőforrás gazdálkodás, munkaerőpiac, pályaorientáció, pályatanácsadás kérdés körében éppen mik azok a problémakörök, tendenciák, amikről nap mint nap szó esik esetleg. Ha éppen van valami olyan aktuális kérdés, ami híradásokban is bent van, és érinti ezt a területet, akkor mondjuk nem baj, hogyha tájékozottak azzal kapcsolatban, hogy most éppen miről is folyik a szó vagy a diskurzus. Jó, amit még figyelembe veszünk, illetve figyelembe tudunk venni a felvételi esetében, a szóbeli felvételit megtámogatandó, az, hogy milyen esetleg korábbi tudományos munkájuk van, vettek-e részt OTDK-n, esetleg ösztöndíjjal, Erasmusos úton vettek-e részt, van-e publikációjuk,
miről írták szakdolgozatukat, a szakdolgozatuk az hogyan tud, vagy a jelenlegi munkájuk, amivel most foglalkoznak, az hogyan kapcsolódik az emberi erőforrás mesterszakhoz, vagy az emberi erőforrás tanulmányokhoz, illetve milyen jövőbeni elképzeléseik vannak ezzel a szakkal, ezzel a szakmával. Miért szeretnének, milyen szakmai indítatásból szeretnének részt venni ezen a képzésen. Az Erasmus, és akkor zárójelben azért azt hozzáteszem, hogyha valaki most a szívéhez kapott, Istenem, volt a OTDK-n, Erasmuson sem, és nincsenek publikációim és szakmai tapasztalatom sem, nyilván ez nem probléma, nem baj, nem kizáró. De azért legyen egy tájékozottságuk arról, hogy milyen szakra szeretnének jönni. Jó, meg az sem baj, ha eddig nincsen szakmai tapasztalatok sem ezen a területen. Csak legyen, csak tudják azt, hogy miért szeretnének ide jönni. Jó, mi az, milyen terveik vannak ezzel a szakkal kapcsolatosan. Az előbb már ugye az Erasmus kapcsolatokról beszéltem, nekünk is vannak Erasmus kapcsolatai. Tényleg csak inkább a teljesség igénye nélkül, és nem 100%-ban megesküdve arra, hogy jelen pillanatban is teljesen élő kapcsolatunk van éppen az adott egyetemmel, de az LTPK-nak ezekkel az egyetemekkel van kapcsolata egyébként, és bizony mesterszakos, emberi erőforrás mesterszakos hallgatónk is, például most fog éppen hazajönni a Bolognai Egyetemről, Erasmus képzésről egy másik most ki Bolognába, egy harmadik Hamburgba, ami nincs is itt van, tehát hogy mennek hallgatóink, hál' Istennek, ki Erasmusos képzésre, és szerencsére tudnak találni olyan külföldi egyetemen olyan képzéseket, ahol el is tudnak, tehát tudnak olyan kurzusokat elvégezni, mint utána be is tudunk nekik számítani, de szépen meg tudják kioldani azt, hogy akár nem is ne csúszanak. Ahogy a kutatásokkal kapcsolatban és a PhD felé vezető úton is egyfajta segítség lehet, egy-két olyan kutatási témát írtam fel ide, amit most éppen az intézetünkben folyik, de aztán még lehetne írni még többet is akár. Ezekhez a kutatásokhoz, kutatási témákhoz is lehet kapcsolódni, lehet csatlakozni. És az utolsó pontban írt ELTE harmadik kor egyetemét még kiemelném, mint az ELTE-nek egy nagyon szép szerepvállalása, azt gondolom, az időskori tanulásnak a támogatásával. A havonta egyszer megtelik az aulánk idősekkel, nyugdíjasokkal, és az ő számukra tartunk előadásokat. Nagyon népszerűek, nagyon szeretik az idősek ezeket az előadásokat. Kapcsolódik hozzájuk szeminárium sorozat is, a doktorandusz hallgatóinkat vonjuk be ezeknek a szemináriumoknak a megtartásába, ezért is nagyon hálásak az idősek. Ami ennek az egész programsorozatnak van egy számunkra nagyon fontos hozadéka, ez pedig az, hogy a különböző generációknak az egymástól való tanulását és az egymás tanítását tudjuk nem csak gyakorolni, tapasztalni, de kutatni és vizsgálni is, tehát ezt az intergenerációs tanulást tudjuk egy kicsit vizsgálni, de egyébként is a különböző generációknak akár a munkaerőpiacon való jelenlétésen egy nagyon érdekes kérdés, és a jó egész biztos, hogy egy fontos kihívás lesz, például egy emberi erőforrás tanácsadó számára is. Én azt hiszem, hogy Egyrészt, hogy szakmai gyakorlatot is lehet teljesíteni Erasmuson keresztül, tehát csak szakmai gyakorlatot is, tehát ez is egy lehetőség. A másik, hogy ugye, hogyha úgy érkeznek ide, hogy már van munkatapasztalatuk, vagy gyakornoki tapasztalatuk ezen a területen, akkor természetesen ezt jóvá írhatjuk, tehát a kreditek elismerése ugyanúgy, mint ahogyha tanulmányokat végeztek mondjuk egy kurzushoz kapcsolódóan, tehát a szakmai gyakorlathoz kapcsolódóan is a munkatapasztalat, és mondom még egyszer, tehát nappalisok esetében a gyakornoki munkatapasztalat is előzetesen szerzett módon beszámításra kerülhet, tehát ezzel lehet egy kicsit a szakmai gyakorlatok teljesítését kiváltani, vagy könnyebbé tenni. Elsősorban levelezős hallgatóink élnek természetesen ezzel a lehetőséggel, de a nappalisok részére is nyitott a rendszer. Az
orientációs gyakorlat kivételével, tehát a nappali soknak az orientációs gyakorlat kivételével, illetve a levelezősöknél, akik úgy jönnek be, hogy nincs semmi például előzetes tapasztalatuk, akkor számukra nem kiváltható ez a, tehát ugye nem lehet kiváltani. És még egy harmadik, hogy OTDK, ugye Országos Tudományos Diákköri Konferencia, most jelenleg is, tehát jelenleg ebben az évben az ELTE rendezi ezt az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát, 2019 áprilisában lesz, tehát önök, hogyha ide jönnek hozzánk, akkor pont érinteni fogja önöket, mert minden második évben van ez a konferencia. És hogyha tényleg valaki akár csak abban gondolkodik, hogy a szakdolgozatát szeretné megírni korábban, és ezt közkincsé tenni, vagy egy tudományos kutatásiban gondolkozik, és annak elindítani a folyamatát, akkor én azt javaslom, hogy már lehet ebben is gondolkozni rögtön az első naptól kezdve, hogy bekerültek ide hozzánk az egyetemre, mert hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy plusztokat szerezzenek, amiket aztán magukkal akár az életben is, a munkaerőpiac felé is, illetve a további tanulmányaik felé is magukkal vihetnek. Úgyhogy mindenkit biztatok arra, hogy éljen ezekkel a lehetőségekkel. Jelenleg is két mesterszakos, nem három mesterszakos hallgatónk is pályamunkát készített az OTDK-ra, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mi lesz az eredménye. Úgyhogy én ezt csak lehetőségként szeretném felelni. Természetesen vannak még egyéb lehetőségeink is, folyamatosan ezen dolgozunk, hogy szakmai programokat, például konferenciát is szervezünk, ami ehhez a területhez kapcsolódik, úgyhogy tényleg van lehetőség. Az, hogy ki mennyit vesz ki belőle, az mindenkinek az egyéni felelőssége. És végezetül, ugye valamikor a diasor közepén, elején mondtam azt, hogy ha tartalmi kérdésük van, akkor ft.kukac.ptk.com.hu. A felvételének a technikai részével kapcsolatban van kérdésük, akkor pedig a felinfo.kukac.ptk.hu e-mail címre írhatnak, és a Kolácsik Hajnalnak a mi felvételi ügyintézőnk, tehát ő tőle tudnak az ügyes vagyos problémákkal kapcsolatosan tájékozódni, illetve kérdezni. Ha bármi egyéb kérdésük van, akkor pedig állunk rendelkezésre, ha bárkiben felmerült még egy kérdés. Igen. A mesterdiplomához milyen nyelvi papír kell? Szerintem egy középfokú, ezért egy középfokú célfokú nyelv is kapjuk. Nem, azt szerintem bemenetnél. Igen. Bemenetnél. Nem változik alatt. Igen. Van a mesterdiplomához még egy kell. Nem? Nekünk még legalábbis egyedül ezt nem találtuk, és mivel csak felmenő rendszerre lehet jönni találni. Igen? Én nekem egy ezek a gyakorlati helyek, ezek mennyire nagy hajlandósággal veszik fel állandóra is ezeket a gyakornokokat? Hát van rá példa, tehát van rá példa, hogy ott marad hallgatónk, és munkatárs lesz, tehát valamilyen formában, vagy esetleg tovább mondjuk partneri, vállalkozói viszonyba kerül, éppen, tehát hogy tehát van rá példa. Nyilván ez attól is függ, hogy mennyire ismerik meg a hallgatót, mennyire tudja a hallgató magát eladni, ugye, mert ez is benne van ezekben a történetekben, de van hajlandóság, természetesen nem mindenhol, tehát nyilván egy KNH banknak megvan a saját gyakorlati rendszer, vagy gyakornoki rendszere, amiben ugye be kell jelentkezni, ugye mindig a gyakorló hely, vagy a gyakornoki hely választja ki az adott kritériumok mentén, hogy ő kit szeretne foglalkoztatni. De van rá példa, igen. A gyakorlati helyhez kapcsolódva, arra van példa, vagy szokott olyan lenni, hogy az ember az első évet elvégzi nevezőként, hiszen fizetésből írjunk, és akkor a második évre át szeretne jönni a fajra, hogy mondjuk gyakornoki helyre mehessen még nappal is. Én néztem például a Budapest Banknak a gyakornok programját, és mindenre azt írták, hogy nappali tanulatos jogviszonyt várnak el. Erre például van lehetőség valami átmenni, mert nevezőben napra, hogy pont emiatt, hogy legyen gyakorlati. Van példa tagozatváltásra, ugye ez attól függ, hogy a kritériumokat ki hogyan teljesíti, ugye ez tanulmányi hivatal, tehát ez nem jár automatikusan.
Nem, a kognitizmus tanulmányi bizottsághoz kell kérvényre adni, hogy valaki tagozatot váltson. A tagozatváltásnak a feltételei az egyetemnek a hallgatói követelmény rendszere tartalmazza, meg van egy hány lezárt félévnek kell megvenni, stb. És mindig az adott szakot kezelő intézetnek azt jeleznie kell, hogy ő tudja vállalni, vagy nem tudja vállalni. Tehát ez nyilván itt a kapacitás kérdés is. Ha mondjuk a levelező tagozatnak a fele létszáma, ami jelen pillanatban a most első évesetnél 50 ember, úgy dönt, hogy átmegy nappal, és azt nyilván nem tudjuk vállalni. De azért mindig. De van rá példa, most fél évben is lesz, tudom, hogy van, aki bead, inkább a nappaliról egyébként levelező szoktak átmenni. Lehet, hogy pont azért nem munkát vállalnak, és nappalit nem tudják tovább csinálni, de van rá példa. Igen, van, és ami, ahogy én azt gondolom, hogy azt mondhatjuk, hogy mi nem szeretünk hallgatót elveszíteni, ilyen, abból az okból, hogy ő nem tud mondjuk nappalira bejárni, ezért nem szeretünk hallgatót elveszteni, igyekszünk segíteni, hogy mindenkinek megfelelően tudjon. Nekem is a gyakorlatod lenne kérdésem, hogyha például valakinek már van valamiféle gyakorlat, a gyakornoki, ilyen HR területen, akkor annak mi a folyamata, hogy ezt így elfogadtassa? Kreditátviteli kérem, kreditátviteli bizottsághoz kell beadni, tehát ugyanúgy működik, mint egy előzetes tanulmánynak az elismertetése, csak itt munkatapasztalat lesz. Erre vonatkozóan mi készítettünk egy saját belső tájékoztatóanyagot, természetesen, mivel a kreditátviteli kérelmek beadása a hallgatóknak az egyéni döntése és felelőssége, ezért mi csak javaslatot adhatunk ebből a szempontból, hogy mi kerüljön beadásra, és aztán pedig a kreditátviteli bizottság dönt erről, ami a tanulmányi hivatal keretein belül működik. Tehát ez a folyamat, ez nem nálunk van, mint intézet, hanem a tanulmányi hivatal. És helyesbítenék, ez egy kari bizottság. Ja, igen. Hát ez egy kari bizottság, a kar különböző intézeteinek a képviselőjével áll, és ez a bizottság hozza meg a döntést az a kapcsolatban. Igen, csak maga a beadás az a tanulmányi hivatalon keresztül. Ugyanúgy kell beadni egy ilyen kreditátviteli kérelmet, mint hogyha mondjuk valaki közgazdász alapképzettséggel érkezik ide hozzánk, őt nem kárhoztatjuk feltétlenül arra, hogy a közgáz 1-2 kursusokat végig csörögje az első fél évben, de nyilván lehetőség van arra, hogy kreditátviteli bizottságot beadjon egy kérelmet. Én már tanultam, ez a tematika, kérem szépen, hogy nekem azt fogadják el. Nem baj, hogy BA-s volt az a kurzusa, hogyha MA-n tartalmilag megfelel, akkor ezt ugyanúgy be tudjuk számítani, hogy be lehet számítani. Kreditátviteli bizottság megvizsgálja, ha azt mondja, hogy rendben van, akkor azt a kreditet be tudják számítani. És ugyanígy működik, csak munkatapasztalatnak a beszámításával. Igen, ott van. Nekem olyan kérdésem nem, hogy ezek a felvételi elbeszélgetések, ezek várhatóan mikor lesznek? Hát június közepe vége, de nem tudom. 24-26, hogy lett a felvételi. Ez már nem van? Vagy csak valahol lenne a felé, de valahol. Igen? Igen, 24. Ez jó? Ez július volt. Vagy június végén. Igen? Még kérdés esetleg valakinek? Igen? Gyártunk, és van lehetőség, illetve angol nyelvű kurzusaink. Angol nyelvű kurzusaink, mivel az emberi erőforrás tanácsadó szakot angol nyelven is hirdetjük, ezért angol nyelvű kurzusokat fel lehet venni a magyar nyelvű képzésben felvett hallgatóknak is, de külön díjazásért. És ezt megcsekten, hogy lehetünk? Hát azt nem tudom, hogy bocsánat, azt mondom, szerintem még nincs is meg egyébként most, hogy mennyi lesz, de az a tanulmányi hivatal tudja meg. De van lehetőség is? Kérdés? Egyéb más nyelvoktatás nincs, tehát nem tanítunk szaknyelvet, angol, külön, azt sajnos nincs. Igen? És hogy ezt milyen módon kell befizetni?
Hát ezt olyan korácsik hallnak kapcsolatban. Hát a felvikantún megfelelje a felvételi eljáráshoz kapcsolódóan a díjakfizetéshez, szerintem ott meg fogja tenni. Csak mintha valami csak szerint mutogatnának nekünk a hallgatók a szóbelén, valami ilyesmi. Ja, arra gondolt, a külön, ja, hogy külön a szóbeli felvétel, akkor ez a tanulmány. Kérdezz a tanulmány. Akkor ezt tanulmány. Igen, akkor meg a hollapon figyelni kell, hogy legyen ez az információ. Igen. Érdekel egyébként a kurzusok, természetesen szabadon választott kredit tervére, bármilyen képzésünkből felvehetőek, vagy bármilyen képzésből, tehát bármelyik képzéséből, azt azért tudniuk kell, hogy 10 kreditnyi szabad kurzussal rendelkeznek, tehát ez nem kevés, tehát hogy ezzel, akinek bármi olyan témája van, ami érdekli, akkor bátran éljen bele és vegye fel. Tehát, hogyha valaki egy kicsit a felnőtt képzés jobban érdekel, akkor nyugodtan a neurológiai más kurzusokat is felvehet, de hogy akármelyik más karról is lehet természetesen szabadon választott kereteket felvenni, azt szerintem. Hát elvileg igen, tehát nyilván az adott kurzusnak a tematikát mondja meg, hogy kitenged be. Igen. Hogyha nincs lekorlátozva, akkor természetesen élhetnek ezzel a lehetőséggel. Ha továbbra sincs több kérdés, akkor nagyon szépen köszönjük a részvételt.